minden gyerek más, és ahhoz, hogy véleményt tudjunk mondani egy kisgyerekről, meg pláne tanácsot adni a nevelésébe, ahhoz azt a gyereket nagyon kell ismerni. Nagyon kell tisztelni a gyerekekben az egyéniséget és a személyiséget. Tehát azt vettem észre, hogy már a 4-5 éves gyereknek is igénye az, hogy őt, szóval az ő identitás tudatát komolyan vegyék. Neki van a világról véleménye, mondani valója, közölni valója, pillanatról pillanatra tapasztalja meg, azt meg akarja beszélni, és azt felnőttként kell vele megbeszélni. Az benne a varázslat, hogy úgy legyünk partnerek, miközben ezt a partnerséget tudatosan fenntartjuk, hogy irányítani tudjuk a kialakult helyzeteket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szakmai csúcsa ennek a munkának. A gyerekeknek a legtöbbje tulajdonképpen problémamentes felnőtt lesz. Tanácsot abban kell adni, hogyha figyeli a saját gyerekét, akkor miket vegyen észre ahhoz, hogy ő maga is el tudja dönteni, hogy ő most itt lát valami furcsaságot, vagy nem. Például az, amikor a jobb kezével a bal térdét a gyerek nem tudja érinteni, vagy nem tud úgy masírozni, hogy váltott keze lába mozog, hanem jobb keze jobb lába megy egy irányba. Tehát ahogy emeli a jobb kezét, úgy emeli a jobb lábát is. Ott azonnal látszik, hogy ott valami nem alakult ki. Nem az a kérdés, hogy az én gyerekem sérült vagy nem, hanem az a kérdés, hogy vajon mit vettem észre, ami más folyamat volt, mint aminek kellett volna lenni. Tehát igazság szerint ezeket érdemes figyelni. A szülők túlnyomó többsége megveszi a méregdrága játékokat a gyerekeknek, aztán játsszál vele. A játék az nem mindig önmagában fejleszt. Ahhoz, hogy fejleszen, ahhoz együtt kell a gyerekkel játszani. Az én játékaim ugyanazok a játékok, amiket a szülők a játékboltban megvesznek. Ami töbletet tudok hozzáadni, az az, hogy miközben a gyerek játszik, folyamatosan figyelem az ő játékra való reakcióját, hogy hol akad meg, hogyha probléma megoldó játékot játszik, hogy mi az a pont és mi az a szó, amivel tovább lehet ezzel lendíteni, hogy az örömet a játék végén megszerezze. Nem arról van szó, hogy aki nem jár fejlesztő tanárhoz, az nem fog megtanulni írni, olvasni. Vagy nem lesz belőle valamiféle szakember, ha felnő. Igazság szerint megkönnyítjük a gyerekeknek az életét avval, hogyha felszabadítjuk őket a meglévő gátlások alól. Ennyi benne a történet. Ugyanakkor vannak olyan gyerekek, akik meg nem tudnak bizonyos képességekhez jutni, mert olyan korlátjaik vannak. Súlyos beszédhibás gyerekem, aki azt mondták, hogy magatartás zavarai is vannak, és nagyon nehezen illeszkedik a környezetébe, és nem akar együttműködni semmivel. 60 percig úgy dolgozott velem együtt a tükör előtt, hogy én magam csodáltam, hogy hogyan képes végigülni 6-7 évesen mellettem egy ilyen foglalkozást, de annyira akarta, hogy ő szépen beszéljen. Sikerek azért vannak, szóval a gyerekekkel való munka a legsikerorientáltabb munka a világon. Én vagyok már fiatal, és úgy döntöttem, hogy az életemnek a befejező munka szakaszát azt fogom tenni, amit a legjobban szeretek, és ami nekem a legtöbb sikerélményt adta az életbe, és ezért csinálom most ezt. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem voltak olyan ajándékpillanataim az életem során, mint ahogy most vannak.